Üdvözlök mindenkit ebben a videóban, hogy elhagyodott metró fele fogunk lemenni. Amúgy nem elhagyodott, hanem megyünk a meccsre. Ezt fogjuk megnézni. Menjünk közbe a szurcsolátják! Ennyi, kösz! Kapjátok ki. Hú, de izgulok. Zoli, izgulsz? Még nem. Én már izgulok. Azt kapjátok ki. Nem kell ott a... Na, itt van a szurkolói zóna. Először átveszik a karszalagot, igaz? Így van. Azt akkor utána mi lesz? Megindulunk. Ja, meg valami innivalót vegyünk már, mert meghalunk szomjon. Egy olyan kérdést tennénk fel, hogy most itt a Városliget környékén miből van több, magyar szurkolóból, vagy rendőrből, akkor azért meg kéne számolni, hogy nagyjából kijöjjön, mert szerintem nagyjából ugyanannyi. Vajon a készállítják is jönnek majd szurkolni? Gondolom. Ja. Na most úton vagyunk átvenni a karszalagot. A Zoli, mit csinált a Zoli? Hányan vagyunk itt. Ugye kellett, hogy kettő dolog kell. Védettségigazolvány meg személyi. És mit nem hozott a Zoli személyét? Nem gondoltam minek. Nem fért el. Na szóval átveszik a karszalagot. Itt lesz nekem mindjárt. Na itt van gyerekek, a karszalag. Zoli, te most akkor mit csinálsz? Elmeséltem, nyugodtan mondd el. Elmeséltem, hogy nem hoztál személyt, te mocskos, tisztófüli. Vissza kell mennem a kocsihoz személyéért. Visszamegy, basszus, na jó. Addig mi meg vonulunk? Vagy mi legyen? Vagy velünk, hát megyek én. Jó, hát akkor jó. Akkor minden rendben van, Zoli. Akkor minden rendben. Tudom, nagyon jó. Te idegeskedsz. Akkor megyünk. Én meg oda. Azt figyel, milyen drónuk van a rendőröknek. Mekkora jó drón már. Azzal lehetne forgatni Szellemvárost is, mi? Komoly. Na, átvettük a jegyeket, most megyünk vissza a Hősök terefele, és akkor becsatlakozunk, vagy hát még gondolom el se indultak. Azt akkor kíváncsi vagyok, milyen lesz, fölveszem. Mindent fölveszek, amit lehet. Azt figyeljétek, olyan, mintha valami égne. Azt a rohadt. Na, mindjárt meg is indulnak. Onnan föntről jó kilátás van, de föl kéne mászni. Nekik jó. Hajrá Magyarország! Milyen rohadt petárda szag van? Nem Máté? Nem Máté! A rendőrök mindenkit leküldtek előre a szakaszról. Mindjárt megindulnak kb. 3 perc. Valahogyan becsatlakozunk. Nem értünk oda. Na jönnek. Yeah.
De cuki. Felülni, szóval a többit ezt későbbre tartogatom. Mert lőnek is. Na mindjárt meg is érkezünk gyerekek, ott van már a stadion. Mindjárt odaérünk szerintem egy 5 perc, de szerintem megállunk még egyszer. Fel fogunk torlódni. De igazából már itt vagyunk. Magyarország! Magyarország! Éjjáé! Áé! Azt mondja, na! Áé! 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 Magyarország! 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 Éjjáé! Áé! 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 Magyarország! 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 Magyarország, 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 éjjáé!
Megnézzük, ez ki lehet? Várj, hát, hadd ismerjük. Á, szégyeli magát, lement. De cukik. Kis lavacskám. Egyelőre nem megyünk be, veszünk valami kaját, meg piát itt a környéken, vagy eszünk valamit, és gondolunk a Cristianóra, hogy mennyire fáj a lába, vagy ilyesmire. Ugye ilyenekre gondolni, hogy mennyire fáj a lába. Valószínűleg nagyon remélem. Táplálkoztunk egy jó gyerekek, és most akkor megkeressük az Olit, már elvileg visszaért. Az még van kb. 80 percünk, azt meg eltöltjük hasznosan, mondjuk leurvexelünk valamit, nem tudom. Ciao, ciao! Az Oli mesél? Hát gyalogoltam egy 8 kilométert. Ezt csak magadnak köszönheted. Így van. Te de jó volt, addig legalább leültem, mert külsőn voltam a fődal. Az Oli, akkor mehetünk befele? Ja, menjünk, mert már szomjas vagyok. Nem, fáradt. Nézd meg a Ronaldot, benn van-e. Mindjárt benn vagyunk, gyerekek. Remélem beengedik ezt a kamerát, mert ha nem, akkor telefonnal kell kameráznod. Remélem beengedik. Szia! Leokézták. Micsoda? Ez egy már Gyuláért a bejelzés. Látom, milyen szép zöldlök. Fémkapu, detektor, fejbe lőttek és benn vagyunk. Benn vagyunk. Benn vagyunk. Elég egy gyors volt. Na, itt van a stadion, azt hiszem hárman leszünk, ha jól számolom. Ja. Azt figyeljetek, milyen grandiózus. Én amúgy voltam itt, amikor még nem volt semmi, amikor lebontották a Népstadiont, csak homok volt itt, meg ilyen semmi nem volt konkrétan. Voltam itt 15 körül, 16. És van még egy kapu, gyerekek, még egy kapu. Az igen. Itt aztán van biztonsági ellenőrzés, basszus. Itt is be akarod menni most? Kell egy QR kódos. Másik kaput ír. Nem szopott, hogy most el kell menni az ERC-ig. Istenem. Nem mondod. Honnan jöttünk? Nem fogadta el. Kurva élet. C-kapu, azt írja, hogy rossz kapu. Jó, hogy a C-kapunk kell bemennünk. Az hol van? Ez melyik? Ez az A. De hogyha itt most bevegyünk ezen a kapunak, van még egy kapu azon belül? Nem tudom. Ez is vagy hát kettő kapu nyilván van, mert ugye arra játszanak. És a bemelegítő kapu? Nem vettem fel azt a retkes belebe. Nem indítottam el az kamerát. Fel akartam venni, ahogy bejövök, de nem indítottam el. Ez zárva volt itt a lencsor. Rohadjon meg! Mindegy. Be kell dugni a telefont, ezt ennyi. A bug is bütyök be, az cső. 3-14! Hát én azért nagyon te. Nem. Izgultak, basszus. Én egy ilyen 10-es skálán, mondjuk egy ilyen 6. Bármi lehet. Lehet, hogy pont fenn előtt a busz, nem? Valószínű. Ha van rá valamennyi esély. Vagy a metró. A portugáloknak az öltöző ajtaja. Elhalasztják a meccset. Azt a rohadt. Nézzünk már le. Menjünk fel. Ja, menjünk fel. Le fogok nézni, hatodik, ha szakad. Ugye megáll valaki előttem cipőt kötni, akkor is. Már ezt kapjátok ki. Most jöttek ki a portugálok, a Taroni.
Meg ilyeneket. Köszönjük a Pepsinek, köszönjük a Pepsinek! Köszönöm Pepsi! Köszönjük szépen! Akkor nem az. Ez a 14-es. Na. 11, 13, ott lesz arra fele. Ott van szembe, ott van. 3-11 megvan? Ilyen lépcső van, tehát ilyen tök jó ilyen. Kényelmes a lépcső, nem burdi, kényelmes? Csúszásgátló is van rajta, tök kényelmes a lépcső, abszolút. Még egy egyszer vagyunk? Ja. Igen. Minden szinten? 17. sor 26. 17. sor 26? 26, 27, 28. Fuss. Még? Olyan magassal leszünk, hogy ilyen hangyákat fogunk csak nézni, burdi. Minden rokkóban. Még? Hát rohadjon meg! Nem fogjuk látni a meccset. Hol mész föl? Most már... Jó, most már elég legyen. Állj már-e! Hallod? Na végre. Harmadik lelátószint. Itt is van büfé. Hát sír. Ott van mondjuk, ott rövidebb. Na itt leszünk. Azért komoly kilátás van. Na jó, szűkös. Szűkös, de teljesen jó, ezt kapjátok ki. Ilyen a kilátás. Csapatok bementek már zöldözőbe, ott van pók is, látjátok ott a pók.
A gyerekek már ott állnak az öltöző folyosón, a játékosok, ott a Ronaldo meg a Bulácsi. Szóval innentől már tudjátok nézni a tévébe is, vagy már lehet, hogy láttátok. Lennék, nem így fent. Ilyen közönség nézetből, nem? Így tolnám, az tök jó lenne. Néha átváltan a közvetítés, az tök jó lenne. A védekezésünk az jó volt, középpályán is jobb voltunk, erősek voltunk, nyilván a portugál csapat az jobb volt, jobb csapat, ennek ellenére
ami rossz, azon változtatni kell, ami jó, azt meg kell tartani. Istenem, mekkora közhelyek voltak ezek? És ezek milyen dumák már, hogy majd újra kell kezdeni, és akkor majd azt kell megtartani, ami jó, ami nem jó, azt majd azon javítani kell. Jézus Mária! Egyetlen egy konkrétum nem hangzik el soha ilyenkor. Nem adhatjuk fel, és nem is térdelünk le, ugye? Nem térdelünk le. Még lehetünk csoport első, simán. Még leszünk csoport első. Lesz még RB Magyarország. Itt voltak a nagy kamerák, most akarják le őket. Hát arról még talán még megláthatjuk a kamerát, itt van, látod? Így néz ki a nagy kamera, mivel közvetítik a meccset. Durva. Ott pedig a portugál edző éppen nyilatkozik. A játékosok már gondolom nyilatkoztak ott. Kicsit el is ment a hangom, basszus. Szóval így néz ki a stadion. Hát már egy ilyen 10%-kal üzemel. Vége van a meccsnek, már kb. Egy ilyen jó negyed órája. Jól kiüresedett. Béközében oda ment a... Ki az Négó, vagy ki az? Aha. Ja. De aranyos. Milyen szép jelenteket veszek fel, basszus. Sporttörténelem lesz. Azt nézzetek meg, milyen sporttörténelem. De jó arc volt. Na gyerekek, ennyi fért a napba. Remélem azért tetszett. Én azt mondom, hogy ilyen hasonló tartalmak is majd jönnek közeljövőben, nem csak Urbex, hanem így mindenféle, ami nekem érdekes, vagy másnak érdekes, vagy senkinek sem érdekes, pont azért érdekes. Szóval ennyi volt a videó, remélem tetszett, innen a Puskásból. Cső! Cső! Legalább ilyenkor, amikor mindenki tudja a fontosa, hogy 100 000 ember lesz, ilyenkor miért nem hoznak legalább ilyen 50 méterenként, bazd meg egy ilyen, mit tudom, egy ilyen konténert, nem? Legalább 50 méterenként egy konténert, nem? Bazd meg, inkább csinálnak egy ilyet.